Négyen meghaltak az Esztergom rallin, megcsúszott egy versenyautó és több embert elsodort, az áldozatok rossz helyen állhattak. Gyásznap van Oroszországban, a terrortámadás áldozataira emlékeznek, a halottak száma már meghaladja a 140-et. Nyugat-Ukrajnát támadták az oroszok, egyik rakétájuk a lengyel légtérbe repült, a magyar kormány lezárná a háborút. És beindult a gumicseredömping, 7 fok felett érdemes cserélni, a legtöbb szervizbe már csak időponttal lehet bejutni. Ez a Híradó fél 8-tól az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! A nyugalom megzavarására alkalmas hírrel kezdjük a híradót. 4 meghaltak, amikor autó hajtott a nézők közé az Esztergom nyerges rallin. Úgy tudni, az egyik versenyző elveszítette uralmát a járműve felett és a nézők közé csapódott. A hivatalos vizsgálatok még tartanak, de úgy tudni, hogy az áldozatok olyan helyen állhattak, ahol tilos lett volna. A versenyt félbeszakították és vizsgálatot rendeltek el. Felvételen a tragédia pillanata, amikor a nézők közé hajtott egy autó az Esztergom nyerges rallin vasárnap kora délután. Ez a videó pedig a tragédia közvetlen közelében készült. Látszik, ahogy a kocsi nagy sebességnél keresztbe fordul, majd becsapódik az emberek közé. A felvételen hallani, hogy a nézők kiabálva próbálnak elugrani az autó elől. És látszik, ahogy egy néző mozdulatlanul fekszik a földön. A helyszínre 8 mentőautó és 4 mentőhelikopter érkezett. 4 ember életét sajnos nem lehetett megmenteni. Egy gyermeket súlyos életveszélyes, egy embert súlyos, 6 szemét köztük egy gyermeket pedig könnyebb sérülések miatt szállítottunk helyszíni ellátást követően kórházba. A nézők között voltak, akiknek egészségügyi képesítésük volt. Ők azonnal a sérültek segítségére igyekeztek, utólag kiderült, sikertelenül. Egyikük, aki saját maga is megpróbált segíteni az áldozatok újraélesztésében, a kórházban megtörve nyilatkozott az M1-nek. Sajnos a kezeink között 2 úr elment, és nagyon nehéz volt megbirkózni az eseményekkel, főleg azzal, hogy az egyik családtag folyamatosan könyörgött nekünk, hogy hozzuk vissza. Azt gondolom, hogy nagyon nehezen fogjuk tudni mi is feldolgozni, és hát tényleg azt kívánom a családtagoknak, hogy próbáljanak megnyugodni ebben. Nem tudok mit mondani, nagyon nehéz volt a helyszínen. Ez pedig már a baleset helyszíne, nem sokkal a tragédia után. A versenyt azonnal félbeszakították, a bajóti elágazáshoz pedig rendőrök, mentők és helyszínelők vonultak ki. Nem hivatalos információk szerint a kisodródott autó egy Skoda Fabia típusú ralliautó, amit ifjabb Tóth János vezetett, mellette pedig Bán Viktor navigált. Az összetört autót a baleset után néhány órával szállították el a helyszínről. A baleset körülményeinek kivizsgálása még napokat vehet igénybe. Nem megerősített információk szerint a nézők rossz helyen, nem a kijelölt zónában tartózkodtak. A szervezők és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a baleset után néhány órával adott ki hivatalos közleményt. Ebben megerősítették, 4 ember hunyt el a tragédiában. A szövetség részvétét fejezte ki a hozzátartozók és a családtagok számára, valamint közölték, a baleset körülményeit a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kivizsgálják. Az esztergomi kórház előtt van, tudósítunk, Bakos Norbert hozzákapcsolom, a szervusz Norbert. Hány sérültet ápolnak kórházban, mit lehet tudni az ő állapotukról? Itt Esztergomban 4 sérültet ápolnak, egy súlyos és 3 kevésbé súlyos, mert hogy azt megtudhattuk a kórház vezetőségétől. Ez nem azt jelenti, hogy karcolásokkal vagy kisebb zúzódásokkal érkeztek ide a kórházba, tehát nekik is azért komolyabb ellátásban volt részük. És azért több olyan sérültről, amennyi információnk van, hogy sokan vannak, vagy többen vannak, bocsánat, akik még akár az életükért is küzdenek. Úgyhogy a következő órák és napok nyilvánvalóan kritikusak lehetnek az ő szempontjukból, de itt, ahogy mondtam, Esztergomban tehát 4 sérültet ápolnak. Még tartanak ugye a vizsgálatok, kiknek a felelőssége merülhet fel ez esetben? Ezzel kapcsolatban próbáltunk minél több információt kideríteni a mai nap folyamán, természetesen hivatalosat nem tudtunk, annyit viszont igen, és ezt egy igaz még nem megerősített, de szinte biztos forrásból mondhatjuk, hogy a
Ugye látták a nézők is, és többen is ezt, azokat a felvételeket, amiket itt az M1 híradójában bemutattunk. Azon a szakaszon nagy valószínűséggel biztosan állíthatjuk, hogy nem lehettek volna nézők ilyen közel. Pontosan azért, mert amit láttunk, hogy ha megcsúszik és elveszíti az uralmát a gépjármű felett a versenyző, akkor ilyen tragédia történik. Egyébként beszélgettünk olyan rallisokkal, akik már sok mindent láttak, és ugye itt is adtunk hírt az M1-ben arról, hogy voltak már ilyen balesetek, és általában ezeknek a baleseteknek jelentős része azért adódik, mert a nézők rossz helyen állnak, és feltehetően sajnos ez most is így történt. Makos Norbertnek köszönjük szépen. És ahogy hallhatták, a rally sportban évről évre történnek a mostanihoz hasonló tragédiák. Tavaly augusztusban például a Veszprém rallin halt meg egy 47 éves versenyző, 2020-ban pedig Miskolcon volt végzetes baleset az egyik rally versenyen. Szinte egymást érték a súlyos rally balesetek az elmúlt években. Tavaly augusztusban a 29. Veszprém rallin történt hasonló eset, amely ugyancsak tragikusan végződött. Az országos rally bajnokság első kislődi gyorsasági szakaszán a Nemes Csaba Nemes Richárd páros autója csapódott fának. A 47 éves Nemes Csaba olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt, navigátortársa pedig kórházba került. 2020. augusztusában pedig a Miskolc rallit kellett lefújni egy szörnyű baleset miatt. Ott ugyancsak egy gyorsasági szakaszon a bánkúti elágazásnál történt halálos baleset. A rally autó lecsúszott az útról, egy szalagkorlát pedig az utastérbe fúródott. A 48 éves Tóth Zsolt életét vesztette. Társa Dudás Gergő szerencsésebb volt, ő könnyebben sérült. 2018-ban az ásotthalmi roncsderbin történt egy sokkoló baleset. Egy autó kisodródott a pályáról, olyannyira irányíthatatlanná vált, hogy a nézők közé repült. Egy ember súlyosan, hatan könnyebben megsérültek, valamennyiüket még a helyszínen ellátták a mentők. 2013-ban pedig Nagykálló és Újfehértó között szerveztek autóversenyt, itt is a nézők közé csapódott egy kocsi. Egy ember meghalt, és 8-an megsérültek. A pénteki tömegmészárlás áldozataira emlékeznek Oroszországban, ahol már a nemzeti gyásznapot hirdettek. Sajtóhírek szerint a terrortámadás halálos áldozatainak száma már meghaladta a 140-et. A koncertterem romjait még jelenleg is takarítják, így további holttestek is előkerülhetnek. Több ezeren várakoztak a Moszkva elővárosában lévő koncertteremnél vasárnap délután, hogy megemlékezzenek a pénteki mészárlás halottjairól. Egymás után helyeztek el virágot vagy mécsest a gyászolók az elmúlt 20 év legtöbb orosz áldozatát követelő vérengzésének helyszínén. Ez a tragédia az egész országot megrázta, mi gyerekekkel foglalkozunk, óvónőként dolgozunk, számunkra felfoghatatlan, hogy kisgyerekek is meghaltak. Szeretnénk egy kis támogatást nyújtani azzal, hogy eljöttünk és kifejezzük részvétünket a tragédia érintettjeinek, mondta egy nő. A nemzeti gyásznapon fél árbócra eresztették az orosz lobogókat az egész országban, így a Kreml tetején is. Moszkva legtöbb kivetítőjén pedig már a mészárlás éjjele óta egy gyertya látható, ami alá azt írták, gyászolunk. A támadás másnapján az esős idő ellenére sorok kigyúztak a véradó állomások előtt, hogy segítsék a sérültek orvosi ellátását. A merénylet után ugyanis több mint 100 embert szállítottak kórházba súlyos állapotban, volt, aki a lövöldözésben sebesült meg, mások pedig akkor, amikor a terroristák gyújtóbombát dobtak a koncertteremre. Az orosz hatóságok segélyközpontokat állítottak fel azoknak, akik a támadás óta nem tudnak semmit a hozzátartozójukról. Sokan ugyanis menekülés közben elhagyták az irataikat vagy a telefonjukat, ezért nehéz őket azonosítani. Jana utoljára a koncertteremből jelentkezett, az egyik elől lévő sorban ült a terem bal oldalán. Küldött nekem egy fotót, majd egy másodikat nem sokkal este 8 óra előtt. Azt fényképezte le, hogy mit lát az ülőhelyéről. Írtam neki két üzenetet egymás után, az elsőt még elolvasta, a másodikat már nem. Nyilatkozta egy férfi, aki a támadás óta nem hallott a feleségéről. A több száz halálos áldozat közül szombat estig alig 50-et sikerült azonosítani. A koncertterem leégett, ezért még mindig tart a romok eltakarítása. Vasárnap reggelig már mintegy 100 köbméternyi törmeléket hordtak el a helyszínről a hatóságok. A kutatás során újabb holttestek kerülhetnek elő. Ezzel párhuzamosan folyik a helyszínelés is. Az orosz hatóságok a támadással összefüggésben több embert őrizetbe vettek, köztük a támadókat is.
Az orosz sajtó szerint a merénylet elkövetőit majd moszkvai bíróságra szállították, ahol vádat is emeltek ellenük. Az orosz elnök az elfogott terroristákról azt mondta, nekik már nincs jövőjük. Az orosz álláspont továbbra is arra utal, hogy a tetteseknek ukrán kapcsolataik voltak. Kijev ugyanakkor ezt tagadja. Lövések hangja és füst töltötte meg a Krasznogorszki koncerttermet péntek este. A merénylők egy rockzenekar fellépés előtt nyitottak tüzet a nézőkre, válogatás nélkül lőtték őket. Beálltunk a sorba a biztonsági kapunál, ekkor valaki elkezdett lövöldözni az épületnél. Először az utcán, nem tudtuk, hogy mi történik. Az üveg nagyon vastag volt, ezért nem tudtak betörni. Ezután egy másik bejárathoz mentek, ahol sikerült bejutniuk. Mi még mindig a sorban álltunk, amikor elkezdtek lövöldözni a tömegre. Emlékezett vissza egy túlélő, akinek időben sikerült elrejtőznie. Sokan a széksorok között vagy a mosdókban kerestek menedéket, amikor megjelentek a fegyveresek, azonban ez sem jelentett biztonságot, a merénylők ugyanis a lövöldözés után felgyújtották az egész épületet. Az orosz hatóságok már a támadás másnapján bejelentették, elfogták a fegyvereseket, a nyomozó hatóság pedig felvételeket is közölt, amin állításuk szerint az látszik, ahogy a négy férfit a moszkvai központjukba szállítják. Sajtóértesülések szerint vasárnap vádat is emeltek ellenük. Vlagyimir Putyin szombaton kemény büntetést ígért a terroristáknak. Az orosz államfő szerint a fegyveresek Ukrajna felé próbáltak menekülni, a határ túloldalán pedig már előkészítették az átlépésüket. A kijevi vezetés határozottan elutasította a vádakat. A pénteken Moszkvában történtekkel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy mind az orosz elnök, mind más aljas emberek megpróbálják áthárítani a felelősséget. Mindig ugyanazokat a módszereket alkalmazzák, történt már ilyen. Felrobbantott házak, lövöldözések és merényletek kapcsán mindig másokat hibáztatnak, fogalmazott szombat esti videóüzenetében Volodymyr Zelenszky. A moszkvai belügyminisztérium egyelőre annyit közölt, hogy az elfogott terroristák külföldi állampolgárok. A támadást egyébként az Iszlám Állam terrorszervezet egyik egysége magára vállalta. Ennek az alszervezetnek becslések szerint több ezer harcosa van, inkább egy gerilla csoport, amely alkalmanként terrortámadásokat hajt végre. Nagyrészt Afganisztánra összpontosítanak, de volt néhány támadásuk Pakisztánban is, és egy nagyobb akciójuk Iránban. A közelmúltban azonban az európai hírszerzés állítása szerint meghiúsítottak több merényletkísérletet, amelyek arra utalnak, hogy a regionális csoport egyre távolabb támad, akár Moszkvában, akár Európában. Magyarázta egy washingtoni biztonságpolitikai szakértő. Amerikai sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok március elején figyelmeztette Moszkvát, hogy az Iszlám Állam újabb merényletekre készülhet, és Oroszország is a lehetséges célpontok között van. Moszkva szerint azonban a figyelmeztetés nem volt elég konkrét. Több olyan furcsaság is van a moszkvai terrortámadásban, amely nem jellemző az Iszlám Államra. Erről az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója beszélt az M1-en. Horváth József példaként említette, hogy a terrorszervezet harcosai nagyrészt fekete ruhát hordanak, zászlót is visznek magukkal, és azt kiabálják, hogy Allah Akbar. A szakértő szerint az is gyanús, hogy megtalálták az elkövetők autóját, amelyben a hírek szerint robbanóanyag is volt. Árulkodó talán az is, hogy az ukrán katonai hírszerzés vezetője szintén túl gyorsan nyilatkozott, és azt mondta, hogy ők soha nem hajtanak végre ilyen akciókat, ami tudjuk, hogy nem igaz, hiszen néhány hónappal ezelőtt mind az ukrán katonai és polgári hírszerzés is kvázi azzal dicsekedett, hogy létrehoztak egy-egy olyan önálló egységet, amelyik, ahogy ők fogalmaznak, puha célpontok elleni támadásokat hajt végre orosz területen. Orosz rakéta és drón támadás érte az ukrán fővárost és az ország nyugati régióját. Az ukrán légierő szerint Oroszország 57 drónt és rakétát lőtt ki ma hajnalban. Közben készenlétbe helyezték a lengyel légierőt, miután néhány orosz rakéta a lengyel határ közelében csapódott be, és Lengyelország légterét is megsértette. Több mint két órán át tartott a légiriadó Kijevben, ahol röviddel pirkadat előtt szólaltak meg a szirénák. A város polgármestere a Telegram csatornán közzétett felhívásban figyelmeztette az embereket, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Sokan a metróállomásokon vészelték át az orosz légitámadást. A helyi hatóságok szerint több robbanás is volt a városban, áldozatokról, illetve súlyosabb károkról nem érkezett hír. Kijevi források szerint az orosz légierő csaknem 60 rakétát és drónt lőtt ki a fővárosra és a nyugat-ukrajnai Lemberg régióra. A támadások jelentős részét a légvédelem elhárította. Az ukrán határőrszolgálat egy felvételt is közzétett, amelyen állításuk szerint iráni gyártmányú drónokat semmisítenek meg.
A hajnali támadásban az orosz haderő vadászgépről indított manőverező robotrepülőgépeket, úgynevezett cirkáló rakétákat is bevetett. Az egyik lelőtt rakéta roncsait a Reuters stábja is megörökítette vasárnap egy kijevi parkban. Feltehetően ilyen típusú lehetett az a Lemberg környékére kilőtt rakéta is, amelyet a hajnali órákban Lengyelország fölött észleltek. A Varsói Védelmi Tárca szerint az orosz rakéta csaknem 2 kilométer mélyen hatolt be a lengyel légtérbe, ahonnan 39 másodperc után távozott. A katonai radarok folyamatosan nyomon követték a manőverező rakétát. Mivel a háború kezdete óta ez volt az egyik legmasszívabb légitámadás a szomszédos ukrán területen, már előzőleg aktiváltuk az F-16-os vadászgépeken szolgáló lengyel és szövetséges készenléti egységeket, amelyek azonnal lelőtték volna a rakétát, ha az lengyel célpont felé indul, közölte a varsói védelmi miniszter. Az incidens miatt a lengyel kormány magyarázatot követel Moszkvától, ám orosz részről egyelőre senki nem kommentálta a történteket. Szombat éjjel az ukrán légierő is újabb támadást indított a 2014-ben annektált Krím-félszigeten lévő Szevasztopol ellen. Itt található az orosz Fekete-tengeri flotta támaszpontja. A helyi orosz kormányzó szerint a légvédelem 10 ukrán rakétát lőtt le a város fölött. A kormányzó ugyanakkor felszólította az embereket, hogy ne tegyenek közzé semmilyen felvételt vagy egyéb információt a támadás okozta károkról. A kijevi hadvezetés közölte, hogy az ukrán rakéták eltaláltak 2 orosz partra szállító hajót, és a flotta kommunikációs központját is megrongálták. Ezt orosz források nem erősítették meg. Magyarország alapvető érdeke az orosz-ukrán háború mielőbbi lezárása, ezt a külügyminiszter mondta a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az európai politikai vezetők jelentős része háborús pszichózisban szenved. A külügyminiszter kiemelte, minden egyes nap, amely háborúval telik, egyre közelebb hozza a harmadik világháború rémképét. Európában a béke hangja teljesen visszaszorul, és az európai politikai vezetők egy jelentős része háborús pszichózisban szenved, jelentette ki Szijjártó Péter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, ez azt jelenti, hogy úgy gondolkodnak, mintha ők maguk is háborúban állnának. A tárcavezető világossá tette, a NATO erősebb Oroszországnál. Ezért Moszkva részéről egyetlen NATO országot sem lenne logikus megtámadni, mert bármely NATO tag megtámadása az egész szövetséget arra kötelezni, hogy válaszoljon. Egyesek most ezzel a NATO alapszerződésben szereplő 5-ös cikkellyel próbálnak visszaélni, hiszen a szárazföldi csapatok küldése esetén sajnos nem lenne elkerülhető egy konfrontáció a szárazföldi csapatokat küldő NATO tagország és Oroszország között, és onnantól kezdve a NATO 5. cikkelyre történő hivatkozás már egy valós világháborús veszélyt rejtene. Szijjártó Péter hangsúlyozta, minden egyes nap magában hordozza a háború tovább terjedésének a kockázatát. Ezért a mielőbbi tűzszünet, a béketárgyalások megkezdése és a háború mielőbbi lezárása alapvető érdeke Magyarországnak. Ez egy háborús spirál. Az unió vezetői háborús spirálban vannak. Erről Orbán Viktor beszélt pénteken a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte, ez egyre súlyosabb dolgokat eredményez. Emlékszem, hogy az volt a helyzet, hogy jó, küldjünk sisakot. De azért halált okozó fegyvert ne küldjünk. Emlékszem, a német kancellár ezt lehetetlennek tartotta. Utána csak kiderült, hogy küldünk azért fegyvereket, aztán halált okozó fegyvereket, aztán egyre több ember halálát okozó fegyvert, aztán harckocsikat, aztán már repülőgépekről volt szó, aztán most arról beszélnek, hogy tulajdonképpen katonáknak is kéne állomásoznia Ukrajna területén. A kormányfő hangsúlyozta, Brüsszelben háborús hangulat, háborús nyelvezet és háborús logika van. A vezetők úgy beszélnek, mint akik a saját háborújukat vívnák Oroszország ellen, és nem úgy, mint mi, akik ugyan nem lehetünk közömbösek egy ilyen emberi tragédiával szemben, de nem vagyunk hadviselő fél. Az EP választások tétje, hogy a nyugati vezetők felismerik-e, az emberek nem akarnak háborút, erről az M1-nek nyilatkozó szakértők beszéltek. A századvég néhány napja tette közzé friss kutatását, ebből kiderül, a magyarok nem akarják, hogy Európa katonákat küldjön Ukrajnába. Nyugat-Európában viszont egyre többen csatlakoznak Emmanuel Macron háborús véleményéhez. Napról napra durvább a háború Oroszország és Ukrajna között, folyamatosak a rakétabecsapódások, az ukrán és az orosz erők is támadnak, egyre többen halnak meg.
A konfliktus folytatásához Ukrajnának még több lőszerre lenne szüksége. Volodymyr Zelenszky továbbra is Európától vár segítséget. Az ukrán elnök a héten a brüsszeli csúcson azt sürgette, hogy a befagyasztott orosz pénzeszközöket az EU fordítsa Ukrajna támogatására. Szerinte ezekből fegyvereket kellene vásárolni. A meglévő légvédelmi rendszerek nem elegendőek ahhoz, hogy Ukrajna egész területét megvédjék az orosz terrortól, szögezte le Volodymyr Zelenszky. A legtöbb nyugat-európai vezető egyetért az ukrán elnök szavaival, a francia elnök viszont úgy látja, ennél is többet tehetne az Európai Unió. Korábban úgy fogalmazott, nem zárja ki szárazföldi csapatok Ukrajnába küldését sem, szerinte semmilyen eszköztől sem szabad visszariadni Oroszországgal szemben. Nem szabad gyengének lennünk, ezért tisztán kell látnunk a helyzetet, és bátran ki kell mondanunk, készek vagyunk az eszközeinket használni, hogy Oroszország ne győzzön. Fogalmazott a francia elnök, akinek szavaira az oroszok válaszul atomháborúval kezdtek fenyegetőzni. Az orosz parlament alsóházának alelnöke is megszólalt, egyenesen úgy fogalmazott, az összes francia katonát megölik, aki Ukrajnába megy, efelől senkinek se legyenek kétségei. Emmanuel Macron mellett ennek ellenére egyre többen kiállnak. A lengyel külügyminiszter arról beszélt, nem tartja elképzelhetetlennek a NATO csapatok jelenlétét Ukrajnában, és nagyra értékeli a francia elnök erre vonatkozó kijelentéseit. A finn külügyminiszter is felvetette annak lehetőségét, hogy csapatokat küldjenek Ukrajnába, de a balti államok is támogatják Emmanuel Macron ötletét. Úgy érzem magam, mintha egy másik galaxisba érkeztem volna. Orbán Viktor pénteki rádió interjújában beszélt arról, hogy a brüsszeli vezetők háborús spirálba kerültek, úgy beszélnek, mint akik a saját háborújukat vívják Oroszország ellen. Vigyázni is kell, hogy nehogy beszippancson bennünket ennek a 21 néhány állami vezetőnek, ez a pszichózisa, és elveszítsük a helyes magyar nemzeti érdekek szerinti tájékozódási képességünket. Hogy eltávolodik az európai elit a választók véleményétől. Palucz Andrea századvég vezető elemzője az M1-en arról beszélt, a magyar emberek elvárása az, hogy Európa ne küldjön katonákat Ukrajnába. Ez derült ki a századvég napokban közzétett közvélemény kutatásából. A megkérdezettek kétharmada ugyanis elutasította Brüsszel háborús politikáját. Ez lesz a tétje majd az egyes tagországokban az Európa Parlamenti kampánynak, hogy hol, mekkora mértékben látja majd a politika, hogy a saját lakossága kérdőjelezi meg, ez a típusú, mondjuk úgy, hogy irány, amit képviseltek itt többen a háborút illetően, eddig nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A nyugati vezetők nincsenek tisztában azzal, hogy a kijelentéseik milyen következményekkel járhatnak. Erről az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt. Dornfeld László úgy fogalmazott, ezek az országok nagyon régen vettek részt olyan konfliktusban, amelyben egyenrangú felek harcoltak. Nincsenek tisztában a realitásokkal, amikor azt vizionálják, hogy majd oda megy 2-20 nem tudom hány ezer nyugati katona, és akkor ők majd valami hatalmas változást ott el fognak érni, mert ez nem így működik. Az elemző hozzátette, Nyugat-Európában az ukrán győzelmet értik a béke alatt, de aki valóban békét szeretne, az tárgyalásokat és fegyverszünetet sürget. Iván Korcsok korábbi külügyminiszter nyerte a szlovák elnök választás első fordulóját, ő a szavazatok több mint 42%-át szerezte meg. Peter Pellegrini jutott még be a második fordulóba a szavazatok több mint 37%-ával. A Magyar Szövetség elnöke szerint az eredmény nem tükrözi az elvárásaikat. Forró Krisztián államfőjelölt ugyanakkor kiemelte, fontos, hogy a felvidéki magyar közösség megmutatta magát a választáson. Az volt a célunk, hogy megmutassuk, hogy van felvidéken magyarság, és a közösségünknek a kérdéseivel foglalkozni kell. Ezt a célt sikerült elérnünk, hiszen mind a két tovább jutott jelölt a magyarságot is igyekszik megszólítani, azokat a témákat, amik számunkra fontosak, mind a ketten egyre hangosabban vállalják fel, tehát a célt, hogy megmutassuk magunkat, láttassuk magunkat, ez sikerült elérni. Átadták a kibővített makói termálfürdőt, erről is szó lesz a folytatásban, előtte azonban nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Virágvasárnap van, ez a nagy hét kezdete a keresztény ünnepkörben. Ferenc pápa gyengélkedése miatt néma imát tartott. És olcsóbb a tojás, mint tavaly, mert ma is sorok voltak a piaci standoknál, olcsóbb lett a takarmány, így a tojás is.
A Makovec Imre tervei alapján épült Hagymatikon valószínűleg az egész világ legszebb fürdője, ezt Orbán Viktor mondta a makói gyógyfürdő átadóján. A Hagymatikum 2012-re készült el Makovec Imre tervei alapján, mostanra pedig egy újabb épületrésszel bővült. A kormányfő azt mondta, Makót a történelem az ország közepéről a szélire sodorta, és a legnagyobb hiba az, ha valaki ebbe a peremhelyzetbe belenyugszik. Tucatszám készültek a szelfik a makói Hagymatikumnál. Szinte mindenki meg akarta örökíteni a Makovec Imre által tervezett fürdő most átadott új részét. A 12 milliárd forintos fejlesztéssel a fürdő megduplázta a kapacitását. A csaknem 2500 négyzetméteres új épületben élményzóna és 12 méter magasból induló csúszdatorony is várja a vendégeket. Az Atlantis világát megidéző részleg Makovec Imre rajzai alapján készült, egyedi szoborcsoportokkal és fényjátékokkal. Gyönyörű álom, szép, láttunk róla képeket, videókat, de így élőben ez mesebeli, nagyon-nagyon varázslatos az egész, nagyon örülünk, hogy itt élhetünk ebben a városban, és itt van a közelünk egy ilyen gyönyörű építmény. Makovec Imre rendszeresen tervezett épületet Makónak. Már a 14 olyan középület van a városban, amelyet a Kossuth és Ybl Miklós díjas magyar építész tervezett. Makó megint erősebb lett, és törlesztettünk valamit abból az adósságból is, amivel Makovec Imrének tartozunk. A Hagymatikum hazánk és valószínűleg az egész világ legszebb termálfürdője, emelte ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, Makó Makovec Imre hagyatéka, és a Hagymatikum érdemes arra, hogy az egész világból mindenhonnan a csodájára járjanak. A kormányfő arról is beszélt, hogy a várost a történelem az ország közepéről a szélére sodorta, és hiba, ha valaki ebbe a peremhelyzetbe belenyugszik. Aki ugyanis úgy érzi, hogy valaminek a szélén van, higgyék el, nekem sosem lesz sikeres. Sikeresek csak azok az emberek és azok a közösségek lehetnek, akik elhiszik, hogy az a hely, ahol élnek, a világ közepe, és így a világ legfontosabb helye is. Kedves makóiak, nekem pedig meggyőződésem, hogy így kell gondolkodnunk a hazánkról is. Orbán Viktor úgy fogalmazott, bennünket is az olyan városok, falvak és közösségek vonzanak, amelyek hisznek saját nagyságukban. Tudják, honnan jöttek, és azt is, hogy hová tartanak. Hisznek abban, hogy nem üres a föld alattuk, és az ég sem üres felettük. Az igazságügyi minisztérium újabb két dolgozója beszélt Magyar Péter viselkedéséről a Mandinernek. A korábban Varga Judit tárcájában dolgozó munkatársak fenyegető SMS-ekről, lenéző megjegyzésekről számoltak be. Egyikük a lapnak azt mondta, Magyar Péter minden megnyilvánulásából azt érezték, hogy irigy a miniszteri pozíciót betöltő feleségére, és ahol csak tud, ártani próbál neki. Fenyegető SMS-ek, lenéző megjegyzések, napi félelem. Ez jellemezte Magyar Péter jelenlétét az igazságügyi minisztériumban, írja Mandiner. A lapnak az elmúlt napokban egymás után beszéltek a tárca korábbi dolgozói arról, hogy Varga Judit volt férje hogyan próbált nyomást gyakorolni volt felesége mellett a minisztériumban dolgozókra. A Mandinernek ezúttal két korábbi vezető munkatárs nyilatkozott. Elmondásuk szerint Magyar Péter őket is megfenyegette. Ha egy rendezvényen nem a neki megfelelő helyen vagy sorban ült, akkor bennünket szidott. A miniszteri kabinet többsége vidéki fiatalokból állt az ország különböző pontjairól. Sértő volt nekünk, hogy Péter mennyire lenézte a vidéki embereket. Erről a miniszter családja, a rokonok és a miskolci barátok még többet tudnának mesélni. Sokszor nevette ki őket is a miskolci származásuk és szóhasználatuk helyi kifejezéseik miatt. Fogalmazott a Mandinernek az egyik korábbi minisztériumi dolgozó. Másikuk arról is beszámolt, hogy Magyar Péter még most februárban is megpróbálta őket megfélemlíteni. SMS-ben megüzente Varga Judit valamennyi közvetlen munkatársának, akiknek rálátása volt a mindennapjaikra, hogyha beszélni mernek róla, akkor feljelenti őket. Pedig a lapnak nyilatkozó másik volt kormánytisztviselő elmondása szerint a HVG által közölt 2020 decemberében történt feszekedés leírata csak a jéghegy csúcsa volt. Az ominózus vitáról a HVG hétfőn számolt be. A cikk egy rendőrségi jelentésről szól, amelyben egyebek mellett az áll. Varga Judit arra kérte a védelmét akkor ellátó rendőrt, hogy menjen vele a lakásához. A jelentés szerint a rendőr úgy érzékelte, hogy Varga Judit félt. A HVG szerint a rendőr azt is hallotta, ahogy Magyar Péter azt mondja Varga Juditnak, majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni. Tehát
kormánynak nincs más lehetősége. Hasonló mondatokat hangoztatott Magyar Péter szerdán az ügyészség épülete előtt is, miután azt állította, hogy a kormány tagjai is érintettek az úgynevezett Völner-Schadl-féle korrupciós ügyben. Bár bizonyítékokat nem mutatott be, az újságíróknak azt mondta, ő maga több hangfelvételt is készített, amelyek szerinte alátámasztják az állításait. A sajtó munkatársai ezután azt kérdezték, hogy ezeken Varga Judit hallható-e. Erre Magyar Péter nem válaszolt, elemzők ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, ha valóban készült ilyen felvétel, az komoly problémát vet fel. Ez az ember a saját barátaihoz, a saját házastársához nem lojális. Aki a hozzá legközelebb állókat bármilyen okból lehallgatja, attól nem elvárható, hogy a választókhoz lojális lesz. Erről Schiffer András beszélt az ATV-ben. G. Fodor Gábor pedig az Origónak azt mondta, idézzük, Magyar Péter annyira visszataszító, hogy politikai értelemben nem lesz jó hozzáérni, vagyis a pártok és a szavazók sem bízhatnak benne. A nők hogyan fognak hinni egy olyan embernek, akiről a nem politikai állításaival kapcsolatban azok derülnek ki, hogy hát hogy bánik a feleségével vagy a gyerekeivel? Szerintem ez egy nagyon súlyos karakterkérdés. Innét nagyon nehéz visszajönni. Hasonlóról beszéltek az igazságügyi tárca volt munkatársai is a Mandinernek. Amit ő most csinál, az nem az országról vagy a hazaszeretetről szól. Egyszerűen csak arról, hogy sosem volt képes elfogadni, hogy az általa vágyott pozíciókat, tekintettel a természetére, soha nem kapja meg. A mai napon... Elmondásuk szerint Magyar Pétert a csillogáson kívül nem érdekelte más. Olyannyira, hogy annak idején éppen ő volt az, aki kierőszakolta, hogy Varga Judit személyi védelmet kérjen magának és a családjának, csak azért, hogy feltűnősködjön. A Mandinernek nyilatkozó korábbi minisztériumi dolgozók megjegyezték. A sors iróniája, hogy végül pont ezek a rendőrök védték meg a feleségét Magyar Pétertől. Budapest költségvetési hiánya már a 55 milliárd forintra nőtt, erről a Nézőpont intézet elemzője beszélt az M1-en. Borbé Beáta szerint sosem volt még arra példa, hogy a főváros az alapvető működéshez vegyen fel hitelt. Ugyanakkor köztudott, tavaly nyáron például 300 millió forintos jutalmat fizettek ki a fővárosi cégek vezetőinek. A miniszterelnök pénteki rádió interjújában arról beszélt, Budapest kasszájából szétfolyik a pénz, ugyanúgy, mint 2010 előtt az ország kasszájából. Folyószámla hitelből működik a város. Karácsony Gergely helyettese 2023 nyarán ismerte be, Budapestnek lényegében elfogyott a pénze. Hiába nőttek jelentősen a bevételek, már akkor 1,1 milliárd forintos mínuszban volt a fővárosi kassa. Kis Ambrus akkor azt is mondta, a hitel csak nőni fog. 2024-ben most az év elején most mínusz 55 milliárd a fővárosi költségvetés hiánya. Az elmúlt 30 évben sosem volt működési hiánya a fővárosnak. Karácsony Gergelynek ezt mégis sikerült elérnie, világított rá a Nézőpont intézet elemzője. Borbély Beáta hangsúlyozta, a csőd ellenére több százmillió forintos jutalmak osztogatására mégis van pénze a fővárosnak. Ezek a pénzek pedig egyenesen Gyurcsány Ferenc embereihez, vagy a főváros valódi vezetőihez vándorolnak. Ugye, ha megnézzük, hogy kik is ezek a vezetők, ugye ezek mind pártemberek, és leginkább Gyurcsány Ferenc emberei. Ugye a legfontosabb cégekben, legfontosabb fővárosi cégekben, a BKK-tól BKV-n át, BFV-n keresztül Gyurcsány Ferenc párttársai, volt államtitkárai, miniszterei ülnek, úgyhogy igazából ebből azt láthatjuk, hogy a legfontosabb helyeken ő irányítja a főváros működését. Az elemző még azt is hozzátette, Karácsony Gergely a kormányt okolja Budapest csőd közeli helyzete miatt, miközben Brüsszelben nyíltan azért kampányol, hogy hazánk ne kaphassa meg a nekijáró uniós forrásokat. Budapest is fogságban van. A miniszterelnök pénteki rádió interjújában beszélt a főváros kilátástalan helyzetéről. Orbán Viktor kiemelte, a főváros ma azoknak az egykori baloldali politikusoknak a kezében van, akik 2010-re tönkretették. A legrendezettebb, a legmagasabb életszínvonalat nyújtó, szép, kényelmes életünk kellene, hogy legyen Budapesten a számok alapján, amit az a város teljesít a gazdaságban. De nem ez van, mert a pénz úgy, mint 2010 előtt az ország kasszájából, most a főváros kasszájából szétfolyik. Én azt remélem, hogy olyan főpolgármestert választanak majd a magyarok, aki ennek gátat vet. Szóval ez, ki kell tenni a Gyurcsányféle embereket a városvezetés mögötti világból. A kormányfő kiemelte, ha ez nem történik meg a június 9-ei választáson, akkor Budapest összes erőforrása el fog veszni, és bekövetkezhet a csőd, amihez már most is nagyon közel áll a főváros.
Egymásnak feszült Karácsony Gergely és Vitézi Dávid a déli körvasút megépítése miatt, erről írt több hírportál, miután a főpolgármester egy videóban az elmúlt 10 év legkörnyezetromboló projektjének nevezte az építkezést. Vitézi Dávid arra emlékeztetett, Karácsony Gergely 3 éve saját aláírásával támogatta a projektet. A két politikus között folyamatos volt az üzengetés, abban sem értettek egyet, hogy legyen-e főpolgármester jelölti vita. A Jobbik jelöltje egyébként úgy látja, egy ilyen vita neki kedvezne. Amikor én november 21-én elindítottam a Tegyük rendbe Budapestet programom ismertetését, ahhoz képest én azt látom, hogy ez már egy értelmezhető olyan támogatottság budapesti viszonylatban, pedig főleg... 4% már jó eredmény. Így értékelte saját eddigi főpolgármester jelölti teljesítményét a Jobbikos Brenner Koloman. A politikus szerint azzal, hogy a baloldalhoz köthető Republikon Intézet mérése alapján megközelíti az 5%-ot, már jól haladt pártja fővárosi kampánya. Sőt, Brenner Koloman a Hír TV stúdiójában azt állította, egy főpolgármester jelölti vita szerinte neki kedvezne. Én ezt egy pozitív fejleménynek látom. Tehát időarányosan ön úgy látja, hogy nagyjából rendben. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan eredmény, ami ha most kezdődnek még csak a viták, remélem itt is majd vitázok a többi főpolgármester jelölttel, én azt gondolom, hogy még itt nagyon sok tér van fölfelé. A főpolgármester jelölti vitába vetett hitéről posztolt szombaton Karácsony Gergely is. Igaz csak azután, hogy egyik kihívója, az LMP és több civil szervezet által támogatott Vitézi Dávid a közösségi oldalon hívta fel a figyelmet arra, hogy Karácsony Gergely szerinte jó előre próbál kibújni a vita lehetősége elől. Karácsony Gergely most azt írta, lesz főpolgármester jelölti vita májusban, csak hogy néhány napja még egy sajtótájékoztatón azt válaszolta, hogy ő csak akkor áll ki, ha a kormánypártok jelöltje Szentkirályi Alexandra nem indul. Megvárnám ezzel, hogy Szentkirályi Alexandra, aki nyilvánvalóan nem fogja még csinálni ezt a kampányt, visszalépítézi Dávid javára, mert akkor lesz egy fair verseny. Karácsony ideges, a főpolgármester csapongó reakcióiról néhány napja így írt a Magyar Nemzet. A portál újságírója szerint Budapest első embere láthatóan nagyon felhúzta magát azon, hogy kihívói akadnak. Mivel azzal nem lehet kampányolni, hogy macska mentát ültettek az Andrássy útra, bokáig járunk a Koszban a köztereken, és a korrupciógyanús méregdrágán felújított Lánchídon sem mehetnek át autóval az állampolgárok, a főpolgármester mindenkinek neki megy, aki indul ellene. Olvasható a cikkben. És környezetpusztító a beruházás. Karácsony Gergely legutóbb szombaton a déli körvasút kapcsán vádaskodott. A tervek szerint a főváros agglomerációjának autós forgalmát csökkentő beruházást saját közösségi oldalán az elmúlt 10 év legkörnyezetpusztítóbb projektjének titulálta. Ezután egykori pártját, az LMP-t és Vitézi Dávidot támadta, mondván, hogy ellenfelének a projekt egyik kitalálójaként távoznia kellene a közéletből. Magyarországon hirtelen kitalálják magukról, hogy ellenzékiek, és elindulnak főpolgármester jelöltként. És kinek a támogatásával? Annak az állítólagos ellenzéki pártnak a támogatásával, aki korábban a legnagyobb ellenzője volt ennek a beruházásnak. A déli körvasút megépítését a főpolgármester lelkesen támogatta, írta válaszában az egykori közlekedési államtitkár. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsony Gergely 2020-ban a saját kezével írta alá azt a határozatot, amely a most általa a legkörnyezetrombolóbb jelzővel ellátott beruházásról szólt. Ahhoz, hogy 15 percenként járhassanak az elővárosi vonatok, szükség van a déli körvasútra, szögezte le Vitézi Dávid, aki ezután Karácsony Gergelynek üzenve hozzátette, van élet a körúton túl is, még ha a városháza gyakran el is feledkezik róla. Az LMP főpolgármester jelölti vitát sürget. Gál József azt mondta, ahhoz, hogy a budapestiek eldönthessék, hogy kire szavaznak, elengedhetetlen a tisztességes verseny és a vita. A budapestiek és a választók nagyon várják azt, hogy a regnáló főpolgármester is, és Szentkirályi Alexandra a Fidesz jelöltje is elmondja, mit gondol Budapestről, és milyen ajánlata van a budapestiek számára. A Budapest jövőjéről szóló vita fontos dolog, de vitázni csak azzal érdemes, aki döntési helyzetben van. Így reagált a vitákról szóló felvetésekre a Fidesz jelöltje. Szentkirályi Alexandra szerint nem Karácsony Gergely, hanem Gyurcsány Ferenc van ma döntési helyzetben a városházán. Ma Gyurcsány Ferencnek van főpolgármestere, és nem a budapestieknek. Mi ezt a helyzetet akarjuk megváltoztatni, írta tehát Szentkirályi Alexandra.
Újakra cseréli a régi helikoptereit a Honvédség kutatómentő szolgálata. Az Airbusokat korszerű navigációs eszközökkel és éjjellátó eszközökkel szerelték fel, és a nehezen megközelíthető helyeken is hatékonyan tudnak majd dolgozni. A házszerzőzetem helikopter teherterében helyezkedik el a kutatómentő felszerelés. A Magyar Honvédség kutatómentő szolgálatának új Airbus forgószárnyasát mutatja a szolnoki helikopter dandár parancsnok helyettese. Ez a típus váltja le a régi orosz gyártmányú Mi-8-ast és Mi-17-est. A korszerű, éjjellátó kamerákkal felszerelt, számítógép vezérelt H-145-ös helikopter elődjeinél sokkal hatékonyabb feladatellátásra alkalmas. Képes például arra, hogy akár 45 percig centiméter pontossággal egy helyben lebegjen, így precíziós műveleteket is végre lehet vele hajtani. Ha valamely katonai vagy civil légijármű bajba kerül, akkor ez a szolgálat kerül riasztásra. A gépen lévő berendezések segítségével bármilyen időjárási körülmények között tudjuk keresni, kutatni ezeket az eszközöket, illetve a bajba került személyzeteket tudjuk menteni, illetve orvosi, egészségügyi személyzetünk segítségével ellátni őket. A könnyű forgószárnyasok után több célú, közepes szállító helikopterek beszerzésével folytatódik a Magyar Honvédség légierejének fejlesztése. A két már hadrendben álló új Airbus H225-ös után még további 14 darab érkezik ebből a típusból. A szélsőséges időjárási körülmények között is működőképes gépet high-tech navigációs és védelmi eszközökkel látták el. A különleges műveleti erők úgynevezett H-Force fegyverrendszerrel ellátott gépeket kapnak majd, ami a világon egyedülálló tűzerőt biztosít majd a Magyar Honvédség helikopterei számára. Ma van virágvasárnap, ami a húsvét előtti nagy hét kezdete a keresztény ünnepkörben. Az írás szerint ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe, az emberek pedig pálmaleveleket és gallyakat terítettek elé. Ferenc pápa Rómában a moszkvai terrortámadás áldozataiért imádkozott. Húsvéti hagyomány szerint körmenettel kezdődött a virágvasárnapi szabadtéri szentmise Rómában. Mintegy 60 ezer hívő volt a Szentpéter téren. Ferenc pápa ezúttal nem olvasta fel előre megírt beszédét. Homília helyett rövid, néma csendet tartott. A délben várt rövid köszöntését pedig a mise végén mondta el, amelyben békét sürgetett. Azokért, az áldozatokért imádkozott, akik a moszkvai gyalázatos merényletben veszítették életüket, mondta a pápa, aki embertelen cselekményről beszélt. Ugyanakkor arra kért mindenkit, hogy ne feledkezzenek meg a mártír Ukrajnáról, és Ferenc pápa aggodalmát fejezte ki, hogy Ukrajnában a humanitárius katasztrófa az utóbbi órákban intenzívebbé vált konfliktus miatt tovább bővülhet. Ferenc pápa a szertartás végén pápa mobillal járta körbe a Szent Péter teret. A világ békéjéért imádkoztak a Fülöp-szigeteki katolikus hívők is virágvasárnap. Manilától mintegy 20 kilométerre Antipolo városában katolikusok százai voltak a nagy hét kezdetét jelző körmeneten. Megáldották a pálmaleveleket, majd a fegyveres konfliktusok mielőbbi lezárásáért imádkoztak ők is. Minden nap imádkozunk a világ békéért, a háborúk és más konfliktusos területeken élőkért. Imáink mind a békéért szólnak, mondta egy Fülöp-szigeteki plébános. A szigetcsoporton nagyjából 110 millióan élnek, mintegy 80%-uk római katolikus. Pécset misztérium játékon elevenítették fel Jézus virágvasárnapi bevonulását Jeruzsálembe, az ország többi részén pedig a barka szentelés is része volt a liturgiának. Erdő Péter bíboros az emberi manipulációra hívta fel a figyelmet. Több száz barkát vettek magukhoz a hívek a nagyváradi római katolikus püspöki palota előtt vasárnap délelőtt. Böcskei László megyés püspök arról beszélt, virágvasárnap az önfeláldozás nyitánya azokért, akiket Isten szeret. Vállaljuk fel mindezt azáltal, hogy életünkkel nem zárkózunk el egymástól, hanem kitartóan ott vagyunk, ahol szükség van ránk. Barka ágakkal gyülekeztek Veszprémben is. A felújítás alatt álló várban szenteléssel kezdődött a virágvasárnapi szertartás.
a Szent Mihály főszékes egyházban, közben Udvardi György arra hívta fel a figyelmet, hogy mi magunk is részesei vagyunk Isten üdvözítő erejének. Egyházunk abban segít, amikor már virágvasárnap Jézus szenvedés történetét mutatja be, hogy jól értsük, ami történik. Jól értsük, aminek részesei vagyunk. Jól érteni pedig azt jelenti, hogy elfogadjuk a nagy péntek megsemmisülését nagy bizalommal, úgy, hogy várjuk Húsvét vasárnap hajnalát. Pécsen a Tettyepark műemlék romjai között szerveztek misztériumjátékot. A jeruzsálemi bevonulástól Jézus kereszthaláláig mutatták be a nagy hét eseményeit. Kereszt halálával azt üzente, hogy azt keressük, ami menthető, ami örök, ami megmarad, emberi kapcsolatok, Istennel való kapcsolat, a barátság, testvériség. Sokan érkeztek Barka szentelésre, az esztergomi bazilikába is. Erdő Préter prédikációjában arra emlékeztetett, a Jeruzsálembe érkező Jézust még egy emberként ünnepelte a tömeg, pár nap múlva pedig már a keresztre feszítését követelte. Ezért változékony a közhangulat. Ezért érezhetjük azt néha, hogy emberi manipuláció, vagy akár a gonosz szellem működése terelheti rossz irányba egyén és közösség viselkedését. Virágvasárnappal megkezdődött a nagy hét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el. Több családnál már virágvasárnap idején elkezdődik a húsvéti készülődés és a bevásárlás. Vannak olyan üzletek és piacok, ahol idén a tavalyi jár feléért is lehet tojást kapni például. Nem véletlen, hogy több helyen már most sorok alakultak ki a standok előtt. A gazdák szerint az árcsökkenés egyik oka az, hogy a takarmány is olcsóbb lett. Tojásdömping a zalaegerszegi piacon. Mindenféle méretű kapható, és a választék is nagy. Van házi tyúk tojás, biotojás, fűrik tojás, sőt, néha még strucc tojást is találni. Az árak tághatárok között változnak, de még a legdrágább tojás is érezhetően olcsóbb, mint tavaly ilyenkor. Ezt az eladók és a vásárlók is megerősítették. Az áraink azok igazából teljesen jók, hát minőségi a tojásunk. Az árak most lefele mentek nálunk is, úgy mint a multiknál, illetve többi tojásosnál. Még meg tudom fizetni, akkor már jó. Rogyásig megrakott pultok az élelmiszerüzletekben, szinte minden bolt teljesen feltöltötte tojásokkal a raktárait, hiszen virágvasárnapon kezdetét veszi a húsvéti bevásárlási láz, és a sonka mellett leginkább a tojásokat keresik a vevők. A legnagyobb hazai üzletláznál nem csak széles választékkal, hanem akciós árakkal is várják a szezonális termékek esetében a vásárlókat, vagyis az árak nem haladják meg az egy évvel korábbiakat. A tojás, étkezési tojásnál pedig 10, akár 30%-os árcsökkenés is tapasztalható. Arra számítunk, hogy most is a minőségi termékek kerülnek előtérbe. Ez már az ország egyik legnagyobb tyúkfarmja Balaton községben, ahol másoktól eltérően a szabadban tartják az őshonos kendermagos tyúkokat. A magyaró nagyságútól egészen liba tojás nagyságúig előfordulnak a tojások, most éppen ezt találtuk. Ez a gazda 80 forintért árulja a tojásait, ami az üzlethálózatok áraihoz képest magasabbnak tűnhet, de a kendermagos tojások a legjobb minőséget képviselik. Az, hogy nagyon keresik az itteni tojásokat, jól bizonyítja, hogy az ország szinte minden részéről jönnek vásárlók. A jövő hétre például már 1500 megrendelése van a farmnak. A kendermagos tyúknak egyik jellemző nagyon jó kapirgátna, nagyon jó élelemkereső. Tehát ezért sokkal több természetes élelmet eszik, bogarakat, kilisztákat, zöldet, mint bármi más állat, akár kapirgálós, akár nem. Tehát a zártartásba tartott állatok csak tápot esznek, mesterségesen tojatják őket, sokkal kevesebb tápanyag és értékes dolog van a tojásba. A gazda szerint, ahogy más tojástermelő, így ő is azért tudja kordában tartani az árakat, mert a takarmány most jóval olcsóbb, mint tavaly. Az éves fogyasztás Magyarországon évről évre hozzávetőleg 2,3 milliárd tojásra tehető. Egy magyar egy évben átlagosan 240 tojást eszik meg. A legtöbb tojás húsvétkor fogy, ami az árakat illeti, amíg tavaly jóval 1000 forint felett lehetett megvásárolni egy doboz tojást, most akár 500-600 forintért is kapható.
Beindult a gumicseredömping, a legtöbb hazai szervízben már csak előjegyzésre tudnak időpontot adni. 7 fok feletti hőmérsékletnél már ajánlott nyári abroncsot etetni az autóra. Szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy biztonsági okokból, aki csak teheti, váltson új abroncsra. Jövő hét csütörtök, 10 óra. Folyamatosan érkeztek a hívások ebbe az esztergomi gumiszervizbe hétközben. Nekik már csak egy másfél héttel későbbre van időpontjuk gumicserére. Az elmúlt hetek tavaszias időjárása miatt ugyanis a legtöbb autós már lecseréltetni a téli abroncsot nyárira. Mindenkinek ajánlom, hogy időben keresse föl a gumiszervizet, hogy ki tudja cserélni a nyári gumiabroncsokra a télit. Ugyanis most már a napi középhőmérséklet a 7 fokot meghaladja, ezért ajánlatos nyári gumival közlekedni. Bár az elmúlt napokban hajnalban még fagyott, az előrejelzés alapján a következő időszakban újra tavaszias idő lesz. A nyári gumiabroncsok száraz és nedves útfelületen is jól teljesítenek. A szakemberek azt javasolják, hogy amikor tartósan plusz 7 fok fölé melegszik a levegő, az autósok váltsanak nyári gumira. A tapasztalatok alapján a legtöbben ezt be is tartják. Az időjárási viszontagságokat figyelembe véve, illetve a biztonságot, tehát ennek megfelelően időben lecserélem a kerekeket. Itt elvezeti úgy a vizet, ahogyan az kell. Az abroncsgyártók kifejezetten úgy fejlesztették ki a nyári gumikat, hogy azok összetételük és mintázatuk miatt alkalmasak legyenek a melegebb időjáráshoz. Erre hívta fel a figyelmet az M1 által megkérdezett szakember. Azt kérik, hogy aki még nem tette meg, az mielőbb váltson nyári gumira. A meleg szerkezete miatt jobb a tapadása, és a kopása az viszont kevésbé, tehát kopik gyorsabban, mint a téli gumiabroncs. Száraz úton ugyanúgy előnyel rendelkezik, egy gyorsulásnál, kanyarulásnál és nem beszélve a megállásnál biztonságosan. Szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy új abroncsvásárlásakor érdemes odafigyelni a gumik úgynevezett DOT számára. Ez megmutatja, hogy melyik évben gyártották az abroncsot. Nem mindegy ugyanis, hogy az új abroncs hány évet állt a raktárban, mielőtt feltették az autóra. László Evelin Legényes című produkciója lett az évdala. A fiatal énekesnő a cím mellé egy 8 dalos lemez készítését kapta a világhírű berlini Hansa Studiosban. A Duna dalválasztó show műsorának döntőjét szombat este tartották, a versenyzők produkcióit a Magyar Rádió szimfonikus zenekara kísérte. 10 produkciót láthattak a nézők szombat este a Duna nagyszabású show műsorának döntőjében. A fináléban a zsűri a Roy Galerit, a Negát, valamint László Evelint és a Phoenix RT-t juttatta a legjobb 4 közé. Ezután a végső döntés már nem a zsűri tagoké volt, mivel a közönség szavazatai döntötték el, hogy ki nyeri a dal 2024-et. Amíg a nézők szavaztak, a dal színpadára egy extra produkcióval tért vissza a tavalyi év győztes csapata, a Titán. László Evelint! A több száz beküldött dal közül végül László Evelin dala nyerte a Duna dal választó műsorát. A Legényes című dal lett idén az év és egyben a Petőfi zenei díj év dala is. A döntőig mindenképpen szerettem volna eljutni, hogy szimfonikus verzióban is megszülethessen a Legényes, és hát ez sikerült, de hogy ez teljesült, hogy meg is nyertem, ez egy hatalmas nagy csoda, csodaként élem meg. A dalválasztó show döntőjének egyik különlegessége az volt, hogy mind a 10 versenyző előadását a Magyar Rádió szimfonikus zenekara kísérte. Németh Alajos, azaz Loizi a híradónak azt mondta, sokkoló és különleges zenei élményben lehetett részük azoknak, akik meghallgatták ezeket a produkciókat. Nem hittek a fülüknek, mert azért ez maradt popzene, tehát nem mentünk el Bartók irányába, ez maradt egy fogyasztható, emészhető popzene, viszont olyan nyomatékkal, olyan új lenyomatot hagyott mindenki, hogy le a kalappal. A Duna dalválasztó műsorának nyertese megkapta az évdala 2024 elismerést. A győztes fődíja egy 8 dalos lemez készítése a világhírű berlini Hansa Stúdióban. Elhunyt Ötvös Péter, kétszeres Kossuth díjas zeneszerző, karmester, zenepedagógus, a magyar és nemzetközi kortárzene kiemelkedő alakja. Zenei tanulmányait Budapesten és Kölnben végezte, 1963 és 1971 között színházi és filmzenéket írt. Dolgozott a BBC londoni szimfonikus zenekaránál, karmestere volt a Budapesti Fesztivál zenekarnak, és vezényelte a Holland Rádió kamara zenekarát is. Ötvös Péter 80 éves volt.
A Híradót látták este 7:30-tól, további híreinkért kattintsanak bátran weboldalunkra. Sporthírek jönnek a folytatásban, de Dedecsik Ferenc már várja önöket.